Sziasztok srácok, időrandom busz vagyok, és jelen napon megint Hearthstone-ozni fogunk. És most, ahogy láthatjátok, már rank 4 vagyok, közel a season vége, de én azt gondolom, hogy meg lehet még a legend, úgyhogy most mindent beleadok. Remélem, hogy a Kutum Warriorom nem hagy cserben, úgyhogy most Kutum Warriorozni fogunk, és reméljük, hogy nem kapunk agro ellenfelet, mivel nem szeretek játszani. Na, nézzük. Garrosh Warrior versus Garrosh. Remélem nem agro. Victory or death! Bring it on! Na. Szerintem egy exet azt elnyomunk. Meg a Ravaging Ghoul sem fog kelleni. Inkább a kutvon szolgák kellenének. A lakúzás se rossz. Na. Fú, hát tegnap igazából egész nap Hearthstone-oztam, hogy eljutassak idáig. De igazából beváltam itt az előző videóba. Kértem, ugye, hogy legyen egy nagy win streakem. Volt egy 15-ös win streakem, és följöttem ide. Rank. Négyre. Most bár vesztettem, ezért leváltottam a midrange huntert. Most már nem jött az annyira be. Úgyhogy kipróbáljuk ezt a varjót. Ezekkel meg nem megyek semmire. Job's done. Hát, most már jöhetnének a kutun szolgák. Nem lesz, hogy beaktiválja. Na, itt az első. Nem tudom, hogy kirakja, mert már leüt ide. Igazából mindegy. Az a lényeg, hogy buffoljuk föl gyorsan. Ez is egy baj. Tehát lesz a keze. Mi lesz az? I have an axe to grind. Oké. Ó, de jó a top deck. Welcome to the Grand Tournament Champion. Ez a legjobb, hogy kijött nekem ez előbb, mint neki. Ez egy execute ki fog menni erre már. Mert ettől én félek. Erre ki tudom egy execute. Kártyákban előttem van. Az viszont nem baj. A fatigában. Lehet, hogy ez egy ilyen magas hírség lesz. Az ellen is szar játszani. Hogyha ezt kirakom, akkor be tudom csordni a... I have no time for games. Ja. De ahhoz ez nekem. Ezt meg kell öljem. Úgyhogy az lesz, hogy nem tudom tovább nézegetni ott. És következő körben szlemelem a Sylvanasomat. Várjunk, de igen, igen. Nem mindegy, igazából most így nem. Tudsz valamit? Tényleg nem, hát én nem fogok lapot húzni, de... De akkor lehet, hogy nem is slamet nyomunk ki, hanem... Várjunk... Let none survive! Szóval, hogy az alatt... Kártyázás... Nem rossz... És a hormonát... És a tank up.
még egy kutun szoga kéne. Hogy kijöjjön, még van benne 3 vagy 4. 4 kutun szolgám van még. Akkor lehet együtt 5. És 5 szám. Na, ez jó, hogy ezt nem állja. Még az Elise jó szokott lenni ilyen matchupnál. Na, ez is nagyon jó. Most szerintem ki fogom nyomni. Ezével együtt. De szerintem ő nem játszik kutunt. Csak szimplán enzatot, inkább detetölös hülyeségeket. Lehet, hogy lesz chillmó is a bekében, meg hasonlóak. Na mi lesz ez? Leüti arccal valószínűleg. És először akkor ez nem az lesz. Execute. Ez viszont nem jó. Jöttem az execute-ja. Okay. Ha jól éreztem meg. Ezt nem akarom kirakni, mert lehet, hogy van nála. Amivel meg tudja. Ez viszont nagyon jó lesz. Slam az megy bele. És utána egy dash. Nézzük jó. Katem. Fasza. Utána már rengeteg. Jók vagyunk. Az a jó, hogy mindig előttem van egy kártyával. I have no time for games. Viszont így probléma lenne, hogyha kirakni kettőnt. De mivel nem rakom ki, az egy pont jó. Nem baj. Mindent elragadtam ki. Szia, hogy mi az, Justice Guard is, meg Elise-t is, úgyhogy... Elég jó az esélyeink. Még egy sízlem. Ezt a kérdés nem lesz. Egyedül még egy execute-ja van. Mivel ezt el tudja intézni. De az kell, hogy így csinálom. Mi itt a játék? Nézzük. Egy Sylviát nem szabad megölni. Lehet, hogy Enzatot kéne megölni. És... Mit lehet utána? What now? Vagy... A Bloodhuff-ot. És nyomok egy Brawl-t. Az a baj, hogyha túlérje izeim, akkor... Megbaszódik. Belerakok még egy Black Corner of Evil-t. Ez az nem jön, mert buffolom. Hogyha ezeket kirakom, akkor lehet, hogy ezeket meg tudja csinálni sem. Nem baj, belerakom ezt. Nem érem. Csak az a baj, hogy elfogyunk a kártyából, ő elcseszte. Elcseszte. Kettő armat elcseszett. Az várják a háttérzajokért, csak Steamen irogatnak. Szerintem először egy napot húzunk. Hát akkor mehet a Twin Emperor. Nem is tudom, hogy milyen lapjai vannak még. De valószínűleg van detretölös még.
Hát igaz. Fésérom. Ez nekem pont jó. Ezzel most tudom. Tehát most tréhálni fogunk egyet. Igen, az itt. Ez nekem nagyon jó. Igazából nem tudom, hogy most azért pakoltam ki ezt is, ezt a Cthulhu's Chosen-t, hogy a Doomcaller-rel majd visszalakom a Catlin-t, és hogy az nagy sok damage-et nyomjon kifele, mert hát igazából azt is lehetett volna, hogy megtartom, és akkor majd a Legendre lesz belőle, de nem, ebből most nem lesz. Ó, nagyon jó, itt van a Doomcaller, csak nem tudom kirakni. Mert meghal. Most a passzó. De hogyha visszarakom, akkor elég jól fogunk állni, megint csak. Nem tudom tényleg, hogy... Na, tényleg nem volt ezt a tudással. Kellene majd egy execute. De egy shield slam-et kapunk, ami szintén nagyon-nagyon jó. Tehát visszarakjuk a deckbe. És... már csak azt kell, hogy Katon előbb jöjjön ki, mint a Golden Monkey. És akkor Golden Monkey-t egyből utána lehet kérni. Jó, ez tökéletes kör. És itt is van Katon, úgyhogy szerintem ezt most megtaláltam. Erre már válaszol. Úgyhogy ez nagy valószínűséggel egy nyert meccs. És van. Na, hát úgy tűnik, hogy működik a Mario. Már kevesebb agróba játszanak, úgyhogy ha érdekel bárkit a decklist, akkor lent lesz a leírásban. És sok sikert rankerem. Én itt Randomux voltam, találkozom a következő videóban. Sziasztok! Back from the dead.